Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 7-én lesz egy égi kapu nyílás a plejádok felé. Ez egy finom energiai mező, ennek van gyógyító hatása, azon kívül nyílik itt egy kapu a spirituális területre. Mint mindig, ezen a napon szintén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Mint mindig, ezen a napon is van egy szimbólum. Ezek a szimbólumok a maja kalendáriumból jönnek. Én erről beszámolok minden nap a Facebook oldalamon. Tehát mindig odafigyelhetsz, melyik nap, melyik hullám vagy melyik szimbólum uralkodik. Ezt megtalálod a nevemnél Dendera Susanna Medici. És most visszatérve erre a július 7-ére, ezen a napon ok uralkodik. Ok lefordítva kutyát jelent. Ez lehet kutya vagy cica, utalhat a házi állatokra. És ha beteg ez a házi állat, akkor ez a szertartás segít abban, hogy meglegyen a gyógyító erő, vagy ha elfutott, akkor visszatér hozzád. Ok szimbolikusan jelenti a barátokat. Itt oda kellene figyelni, hogy kiben bízhatsz, kiben nem, és az igazi, valódi barátságokat erősíteni kellene. Vagy ha egyedül érzed magad, akkor ez a szertartás segíthet abban, hogy találj egy barátot vagy barátnőt. Amit a kutya még szimbolikusan jelent, ez a hűség. És ha megvan a párkapcsolat, akkor legyen meg a bizalom, hogy ő hűséges hozzád. Vagy ha voltak a múltban nézeteltérések, akkor ez a szertartás jelenti azt is, hogy közeledjetek egymáshoz, hogy újra meglegyen a hűség, és ez a bizalom. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!